különös település az Észak-Tolna megyei Dalmand. A dombovári járásban található falucska a mostani formájában az ország igazán fiatal települései közé tartozik. Bár Dalmand neve már a 10. században is ismert volt, és a középkorban is több fennmaradt dokumentum említést tesz róla, a község csak 1949-ben alakult önálló településé. Több kisebb kis pusztából alakult ki. Én büszke vagyok a településemre, mert egy annyira jó fekvésű, zöldövezettel körülhatárolt, illetve a településen belül is kialakult egy olyan hatalmas zöldövezet, ami tulajdonképpen, mikor bejön egy kívülálló, nagyon-nagyon kellemes élményt nyújt számára, és aki belép hozzá, mindenki azt mondja, hogy csodálatos, szép kis településre érkezett. Dalmand vonzerejét éppen ez a különleges földrajzi elhelyezkedése adja. A kiemelkedő minőségű termőföldnek köszönhetően a község mezőgazdasági jellegű település. Településünk tiszta, rendezett, ezt elmondhatjuk, hiszen közmunka keretén belül is, illetve hát én úgy gondolom, hogy minden dalmandi állampolgár vagy ingatlan tulajdonos arra törekszik, hogy a kis ingatlan portája az rendezett és szép legyen, tehát nem, nálunk szinte elhanyagolt ingatlan nincsen. Mindenki, aki saját tulajdonát, tehát szinte tényleg azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon kevés ember van, aki nem törődik a kis ingatlanával, illetve a környezetével. Nyilván, ha lennének hagyományaink, akkor annak az ápolása is egy fontos feladatunk lenne. Előre tekintünk, és szeretnénk, hogyha a településünk élő, illetve még élhetőbb településé válna. Sajnos, mint minden településen, nálunk is gondot jelent a munkanélküliség. A település nagy része idősek lakta tulajdonképpen. A fiataloknak munkalehetőség hiánya miatt nem telepednek le, tehát nincs sok fiatalság, és hát az ingázás a munkahelyre ez nálunk is jellemző, de hát én úgy tudom, hogy ez minden településen problémát jelent. A település vezetése a munkahelyek szűkös száma ellenére is mindent elkövet azért, hogy vonzóvá tegyék Dalmandot. A középületeket például folyamatosan fejlesztik. A Virágzó Dalmandi Állami Gazdaság idejében volt egy csodaszép kultúrház, és azt az egész közösség használhatta. Na most a nagy rendszerváltást követően 90 után ugye minden megváltozott. Tulajdonképpen, mivel ez a kultúrház annó rendelkezésre állt hosszú-hosszú éveken át, így nem kellett egy önálló kultúrotthont építeni, vagy egy közösségi szinteret, úgymond, mert adott volt. Na, azóta aztán nekünk igazán nem sikerült még, tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy kicsit nem, hogy hátrányosak vagyunk, de nincs egy olyan közösségi színterünk, amiben most én évek óta már gondolkozom, és szeretnék egy közösségi színteret létrehozni. Ezt a funkciót most ilyen például az iskolánk, egy gyönyörű szép iskolánk van, és annak az aulája oldja meg. A közösségi tér kialakítása mellett már az is biztos, hogy a Dalmandi önkormányzat több mint 40 millió forintot költhet a topos pályázatoknak köszönhetően a helyi orvosi rendelő felújítására. Erre nyert az önkormányzatunk 45 millió forintot, és most ott tartunk, már hosszú-hosszú úgymond papírozások után, hogy talán most már elindulhatnak a kiviteli munkálatok, és bízunk benne, hogy egy nagyon szép, kulturált és korszerű rendelőt fogunk tudni átadni majd a dalmandi lakosságnak. A hivatal épületét meg tavaly előtti szintén pályázat után sikerült felújítanunk, és akkor oldottuk meg ezt az akadálymentes bejárási lehetőséget is, ami pályázat feltétele volt. Dalmandon tehát nem a hagyományok ápolására helyezik a fő hangsúlyt, sokkal inkább a jövőbe tekintenek, és folyamatosan új fejlesztéseken törik a fejüket. Az óvodánk egy nagyon-nagyon régi lapostetős épület, és azért volt szükség, és azért szerettük, vagy pályáztuk meg ezt az óvodai felújítást, mert
energetikai szempontból nagyon fontos, hogy leszigeték a teljes épületet, és egy normál fűtési lehetőséget tudjunk biztosítani. Hál' Istennek még óvodánk működik, úgyhogy gyerekeink is vannak, és hát tulajdonképpen az önkormányzatnak a fő feladata intézményének a működtetése, illetve hát az itt élő emberek gondjainak, problémáinak a megoldása és segítése.